Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! A mai kulturális magazint egy szentgáli eseménnyel kezdjük. Látványos produkciókkal ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Szűrös Tánc Együttes. Egyébként ebből az alkalomból egy igen szép albumot is bemutattak. 1988. november 1-én kezdtem el szolgálatomat a Szentgáli Református Egyházközségben. Feleségemmel Erdélyből jöttünk. A szentgáli gyülekezet szeretettel fogadott, láttam az emberek szemében a biztatást, a reménységet. Elkezdtük a szolgálatot Isten kegyelméből, a templomban és a gyülekezetben. A gyülekezetet lelkiházzá akartuk építeni, ehhez pedig kellett a gyülekezeti ház, egy közös otthon, ahol mindenki jól érzi magát, ahol megszólal a zsoltár, a népdal, életre kell a néptánc, a régi szokásvilág. Mikor fogant a néptánc együttes gondolata? Gombás Bálint presbiter testvérünk disznótoros vacsorára hívott meg. Itt együtt volt a régi szokás szerint a népes Gombás család minden elérhető tagja. Beszélgettünk, szokás szerint minden tervezgettük a gyülekezet jövőjét, elmondtam, hogy milyen áldásos lenne az ifjúsági színjátszókör mellé egy néptánccsoportot alapítani, amely ébresztőt táncolna a néptáncot és a népi hagyományokat elaltató világnak. Egy fiatalember ült velem szemben, akinek felcsillant a szeme a néptánc hallatán. És ezt mondta, ha a tiszteletes úr összegyűjti a fiatalokat, én szívesen foglalkozom velük, tanítom őket. Bodor Dezső Károly mérnök úr volt ez az ember, aki Erdélyt járta már diákkora óta, otthonosan mozgott a csángok világában, beletartozott Kallós Zoltán szellemi csapatába, ismerte a tiszta, ősi forrásokat, szépen énekelt és művészi szinten táncolta minden magyar tájegység eredeti néptáncait. Jöttek a felhívásra a fiatalok. Előkerültek a régi csizmák és viseletek, megindult az ifjúság, hogy a szép, gazdag múltat visszahozza és bemutassa nekünk. A fiatalok boldogan énekeltek, táncoltak, imádkoztak hittel és jókedvel. Az öreg énekkari épület, mintha felébredt volna romos álmából, befogadta az ifjakat. Újra átölelte a lassan 120 éves énekkart, jött a falu népe minden előadásra. A fiatalok színjátszása, éneke, tánca, imádsága egy templomból kinövő új időszak kezdetét jelentette a falu életében. Most, mikor a 30 éves jubileumot ünnepeljük, nézzünk vissza, emlékezzünk hálaadással, és mondjunk köszönetet mindenkinek, aki munkálkodott és szívén hordozta a szentgáli ifjúság jövendőjét. Mit szólna ahhoz, hogyha mérnök úrként szólítanánk ebben a beszélgetésben? Nem nagyon dicsekszem a végzettségemmel, de végül is erdőmérnök vagyok, tehát helyén való. Sokkal jobban érdekel inkább azt, hogy miképpen fér meg egymás mellett a mérnökségnek, a mérnöki hivatásnak, vagy mérnöki foglalkozásnak a racionalizmusa, illetve hát a tánc, a népművészet iránt érzett érzelmi elhivatottság. Teljesen jól megfér, sőt, én szerintem szervesen összefügg. Én azt gondolom, egy jó szakember az körülbelül 75%-os általános intelligencia és 25% szaktudás. Tehát akkor visszatérve a kérdésre, inkább érzelmi vagy racionális emberrel találkozunk most itt a tévéképernyőjén? Szerintem mind a kettővel, ez ötvöződik az emberben. Mikor, milyen helyzetben, arányaiban úgy jelenik meg, amit az élethelyzet megkíván az embertől. Nyilván tud az ember érzelmesen is viselkedni, vagy emocionálisan, és van, amikor a hideg fej szükséges, mit kíván meg az élet az embertől. Gondolom az utóbbi arra, hogy egy csapatot össze tudjon tartani, az előbbi pedig az, hogy csodálatos táncokat vigyen színpadra.
Igen, mind a kettőre szükség van. Hát ugye egy csapat összetartása az nem csak a szeretetről szól, hanem ott bizony gazdasági számításokat kell végezni, pénzügyi problémákat, utazásokat megtervezni, az egész éves költségvetését egy együttesnek. Aztán a másik oldala pedig az, amikor a közösség, a nevelés, a közösség erősítése, aztán ugye a megtanulandó táncanyagok, a megismerendő tudás, megszerzendő tudás. Tehát ez keveredik, és akkor mindig ki kell a jó elegyet találni, hogy miből mennyi kell. Akkor gondolom, emögött a szigor is ott van, egy atyai szigor. Kellő mennyiségű mindig kell. Tehát azt gondolom, hogy csak elvek, de nem is elvek, hanem határozott szövegek mentén való haladásnak van eredménye és értelme. Ez a hosszú 30 éves pálya, gazdag, nagyon-nagyon gazdag pálya. Egyfajta, hát nem tudom, hogy a tévénézők mit fognak szólni hozzá, kiebrudalással kezdődött Romániából, vagy Erdélyből, elküldték, eltanácsolták. Mi áll ennek a hátterében? Hát ugye ez a Ceausescu korszakban volt, 1988 év nyarán, vagy 88 volt, jól emlékszem. Ugye akkoriban nem volt egyszerű Romániába kijutni, egyáltalán házaknál nem volt szabad aludni, csak szállodákba lehetett megszállni. Voltak, akik csak bizonyos kontroll mellett tartózkodhattak Romániába, tehát le kellett jelentkezniük a milicián, akkor így hívták a helyi rendőrségeket. Jelesül nekem az volt a probléma, hogy Moldvába bibliákat vittünk a moldvai csángóknak, és hát úgymond lebuktunk vele. Még ez se lett volna probléma, csak egy ügybuzgó szekus próbált ebből ügyet csinálni, és hát gyakorlatilag az útlevelemben a persona non grata bélyegzőt becsapták emiatt. És a rendszerváltás után tudtam csak menni legközelebb. Pályájának két olyan meghatározó települése, állomása van, amelyik azt hiszem mindörökre beleívódik az itt élőknek az emlékezetébe, az egyik Veszprém, a másik pedig itt, ahol vagyunk, Szentgál. Ez így van, hát amikor hazajöttem, egyrészt szentgáli vagyok, törzsőkereszt szentgáli születés. Amikor elvégeztem az egyetemet, akkor itt a környéken nem volt munka, nem jelentett problémát, azt mondtam, lehető legközelebb keresek munkát, de haza akarok jönni, mert azt, hogy ki szentgáli ember legyen valaki, azt rajtam kívül még akkor az a 2008-900 ember engedette meg magának, és én itt ide születtem, itt érzem jól magam. Ezért Zircen dolgoztam, tehát reggel korán mentem, és este értem haza, ott volt legközelebb munka, az akkor 40 kilométer volt körbe. Így jártunk. Veszprém pedig úgy kapcsolódott be az életembe, hogy akkor már néptánccal aktívan foglalkoztam, és az akkori úttörőház, későbbi gyermekek háza néptáncoktatóként meghívott, és ott gyakorlatilag kineveltem egy együttest, a Kurázsi Tánc Együttest, ami hát ugye 86-ban kezdtem el én ott tanítani, és 2003-ig vittem az együttest. A Szűrös Tánc Együttes tagjai számos helyi kulturális hagyománnyal, mítosszal, legendáriummal felvértezve indultak hódító és korszakalkotó útjukra. Ilyenek például a bakonyi táncok és énekek, a szentgáli bicska, illetve Lőrincz Lajos révén a nyelvművelés. Egy tánccsoporthoz leginkább az első illene, ez a történet azonban a nyelvművelésről, a nyelvújításról szól elsősorban. A 90-es évek elején tett erdélyi kirándulásunk alapvető kellékei voltak. Rózsa Sándor bándi sofőrünk Ikarus 250-es busza, némi mennyiségű alkohol, és természetesen fellépő ruhák, amelyeket a busz hátsó ülése fölé vackoltunk be, rudakra akasztott műanyag válfákon. A ruhák előtti székek közelébe rendeztük be a stratégiailag fontos közösségi támaszpontunkat, ami a vörös bor miatt nem kis kockázatot rejtett magában. A hosszú út során rengeteget énekeltük, karbantartottuk kiszáradt torkunkat, többen pedig csak beszélgettek vagy olvastak. Egy székely hagyományokat bemutató könyvben lettünk figyelmesek a következő kifejezésre. Gyakás, meggyakás. A gyakszó értelmezése, ezt le is ellenőriztem később, szúrás valamely hegyes végű eszköz által, dárdagyakás, közös ülés nővel.
Némi képzelőerőt persze kíván az olvasótól, illetve a önöktől, hallgatóktól, mely jelentés körül folytatódik a történet. Ilyenkor szoktak nevetni. A következő eseményrész rekonstrukciója szerint szinte lehetetlen ebben a cirka 30 éves időtávban. A lényeg, hogy valamiért az egyik műanyag válfa leesett a tartórudról, és letörött a kampója. E szerencsés együttállás pillanatában született meg utunk egyik emblematikus kifejezése, a gyakkampó. A szó összetétel jelentése és az eszköz használati irányultsága a fent leírtakból könnyen és egyértelműen kikövetkeztethető. A gyakkampó végigkövette az egész kirándulást, másodlagos funkcióját kihasználva az éjszaka folyamán lerobbant busz mellett őrködve még arra kószáló medvék ellen is bevethettük volna, de szerencsére erre nem került sor. A gyakkampó két végén aktivizálódó táncosok élményei, emlékei egészen biztosan eltérőek, legyen az a hirtelen felhangzó női sikoly, susmogás, vagy akár hosszabb csend az adott dolog. Az egész út fontos szereplője lett a gyakkampó, amit kedves emlékként őrzünk, néptáncos hagyomány teremtő, nyelvújító és közösségépítő szerepében is. A gyakkampó és a gyakkampózás így közvetlenül hozzájárult néhány törött válfához és sikolyhoz, közvetve pedig egy azóta is olajozottan működő testvértelepülési kapcsolathoz Kézdi Szentélekkel. Őszintén, várhattunk volna ennél többet egy gyakkampótól? Örökös kérdés, hogy miképpen sikerül azokat a fiatalokat, akik hozzászoktak mondjuk a diszkóhoz, hozzászoktak egy kicsikét lazább szórakozáshoz, tehát őket miképpen lehet megnyerni? Megnyeri magának a műfaj, vagy a maga a kultúra. Annyira gazdag és annyira jó ez itt, inkább azért nem csinálják és nem művelik, mert igazából nem találkoznak vele. Tetszik, nem tetszik, ez a kultúra már nem él. Tisztelet a kivételnek azoknak a kivételként azoknak a hagyományőrző közösségnek, mint egy bag, például a sziliek, vagy a gyímesiek, akik még életvitelszerűen használják ezt a tudást. Ez már nagyon ritka. De, és nem is találkozik, tehát egy szentgáli gyermek népi kultúrával már nem nagyon találkozik. Ellenben, ha megtalálkozik, és ezt a maga valójában, a maga funkciójában megmutatják neki, majdnem biztos, hogy beszippantja, elkapja. Tehát hordoz ez akkor erőt magába, csak nincs meg a lehetősége, hogy találkozzon vele. Mi fér ebbe a 30 esztendőbe bele? Hol voltak a legemlékezetesebb fellépések, hol kapták a legtöbb tapsot? Avagy, úgyis föl lehet tenni a kérdést, voltak ennek a pályának buktatói, vagy szándékos buktatói? Persze, vannak. Hát ugye vannak, mint az élet, vannak csúcspontok, mélypontok, völgye, hullámvölgyek. Ebben sok minden belejátszik. Pénzhiány, irigység, politikai helyzet, hogy köztudott, hogy a néptánc azért az átkosban nem egy szeretett műfaj volt. Tehát ha tetszik, akkor egyfajta alternatív ellenállásként, vagy ilyen ellenzékként is működött. Hát a Kassák klubba sebőjék a 70-es évek végén indították a táncházakat Novák Tatáikkal, Timár Sándorral, azért a néptáncosok akkor egyfajta ilyen diszkrét kritikusai voltak a rendszernek. Aztán ugye utána a rendszerváltás után is, amilyen politikai nomenklatúra jött, úgy viszonyult hozzá. Jelenleg a mostani helyzetben nagyon-nagyon kedvező a megítélés ennek, és nem panaszkodhatunk, mert odafigyelnek ránk, és alapvetően segítik a munkánkat. Aztán a többi, hogy holtól kaptunk legtöbb tapsot, minden, ezt nehéz megítélni. Én azt gondolom, a legjobb az, és akkor a legjobb a dolog, hogyha a táncosok nem csak a színpadért táncolnak, hanem ezt a kultúrát a saját szórakozásukra tudják használni életvitelszerűen, része az életüknek, mint ahogy a hagyományos ételeket meg tudják főzni. Föl tudnak venni egy régi ruhadarabot modern felfogással, kiegészítéssel. Tehát ez, ha be tudják építeni az életükbe, akkor a legjobb ez.
a kezében tart egy tükröt, ami voltak éppen nem más, mint egy könyv, most július 6-án jelent meg. Milyen érzés volt kézbe venni, idézőjelbe téve saját magát? Érdekes. Érdekes, kicsit félelemmel nézett vele az ember, vagy is egy, nem is félelemmel, na lám milyen, hogy mit mutat rólam, meg rólunk, meg erről az egész 30 évről. A másik, tehát egyfajta tartózkodás volt bennem. A másik része pedig az, hogy öröm, mert egy nagyon szép, mindenféle szempontból egy szép művet vehettem a kézbe, és ezért köszönet Buzás Jáger Anikónak, aki szerkesztette, és a benne a fotókat is készítőknek, és hát a Dolg Press nyomdának is, Szatmári Attila barátoméknak, akik sok segítséget nyújtottak ebbe. Mit mondjak rá? Még én is ízlelgetem, kóstolgatom, de azt gondolom, hogy egy mindig kellemes, jó érzésekkel fogom lapozgatni. Egyelőre első ránézésre ennyit tudok mondani. Befejezésül egy mondatát hadd idézzem, és ennek kérem a magyarázatát is, így hangzott. Élő és megtartó a mi kultúránk. Hát ez teljesen normális dolog, minden népnek a saját kultúrája él és megtartó erővel rendelkezik. A probléma az, hogy amihelyt az ember ezt elveszíti, akkor bekerül egy nagy globális tömegbe, és ugye a magyar nép tetszik, nem tetszik, nézzük meg a táncaikat, individuális. Tehát mindig meg akarta magát különböztetni a másiktól. És ez egy természetes. Hát azért ilyen gazdag a tánckultúránk, azért van ennyi viselet, ennyi tájszólás. Tehát mind, és ettől függetlenül ott van maga mögött a közösség is, az összetartozás. De én egy kicsivel másképp hímzem a ruhadarabomat, mint a barátom. Mert én azzal meg akarom magam különböztetni tőle. Tehát ez egy jó értelemben vett különbözőség, ez sokszínűséget okoz, gazdaggá teszi az emberi életet. Tehát változatossá, és nem kell mennünk a vájúra, a Tesco-ba, már bocsánat, nem tudok más mondani, és kulturális vájuk is vannak. A következő 30 esztendőre pedig nagyon sok erőt, egészséget és sok sikert kívánok a nézők nevében is. Köszönöm szépen, azt meg kell érni. Kányádi Sándor, fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közötti Járda-szigetről az 1960-as 70-es esztendőkben, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány, fekete-piros fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács, kibe jár a világ rajta, de azt senki nem láthatja. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat, ha megnyerte, hadd vigye, fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár tutajon, billegőn, járnák, süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó koporsó fedelen, fejük fölött neonág, csupa világ, a világ, ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édesanyám, gondot miért nem viselsz reám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok, föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete, piros, fekete táncot jár a járda szöglete, körbe-körbe majd verődve le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan e mozdulat ország? Szétlőtt várak piacáról, csűrföldjéről, még a sátor vagy a jurta tüzemellől röptette föl a csípők, a csuklók, a térdek katapultja,
vagy régebről, 20 000-ből, míg a nyelv előtti ködből teremti újjá az ösztön, akár a szemek mandula meccését az anyamé szent laboratóriuma, honnan járják, honnan hozták, honnan e mozdulat ország, s milyen titkos adóvevők fogják, folyton sugározván az egyazon vér és velő hullámhosszán. A magnó surrog így, amit ha visszajátszol, koporsó és megváltójá szól. Egy év kihagyás után ismét megrendezik a régi zenei napokat, a helyszín nem változik, ezúttal is a jezsuita templomba várják az érdeklődőket. A fesztivál megrendezésére az Orlando együttes kérték fel, a következő percekben a sajtótájékoztatón elhangzottakat hallhatják. Imáron 6. alkalommal tudjuk megrendezni ebben az épületben a koncertsorozatot, és ez azért nagy öröm számunkra, mint Kolostorok és Kertek Kft.-nek, hiszen egy ilyen nagy történelmi hagyománnyal rendelkező épületet igazából egy ilyen koncerttel tudunk életre kelteni és megmutatni az igazi jó tulajdonságit, az akusztikáját, a szépségét. A hangos fesztiválok árnyékában sikerült egy ilyen unikális programnak kinőnie magát, és ugyan 6. a fesztivál megnézésre, de mégis 7 éve kezdtük el, még annak idején Nagy Csabával szervezni ezt a koncertsorozatot. Pályáztunk az önkormányzat adta lehetőségek keretein belül, és így indultunk el egy 3-4 napos koncertsorozattal, amely időközben aztán kinőtte magát egészen a 2017-es évig úgy, hogy 2 hetes lett a koncertsorozat 10 előadóval, és a háttérben pedig egy mesterkurzus is tudtunk szervezni diákok számára, akik aztán a kurzusok végén pedig beszámoltak a 2 hét alatt tanultakról, és tartottak egy bemutató koncertet. Aztán tavalyi évben egy picit lukas lett, amit az Orlando együttes koncertjével sikerült átmenteni, hogy ne tűnjön el teljesen ez a hangulat a templomból, és idén pedig az Orlando együttes vette a kezébe a szervezést, és neki köszönhetően egy 6 napos, 6 koncerttel színezett, fűszerezett koncertsorozat kerül megrendezésre 22. és 27. között. Ahogy említettem a bevezetőben, a város minden évben, minden alkalommal támogatta ezt a rendezvényt, ilyen minőségben hát nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget, hogy tényleg el tudtunk indulni, és mai napig talpon tudtunk maradni. Úgyhogy át is adnám a szót polgármester úrnak, hogy akkor a köszöntétől is tartsa meg. Én 2 dologról szeretnék nagyon röviden beszélni. Az egyik az egy ilyen kis időutazás, hiszen a jelenlévők mindegyike pontosan emlékszik rá, hogy 2010 januárjában talán nagyon hideg volt, bár valaki szerint most is hideg van. Januárjában adtuk át a Kolostorok és Kertek beruházást. Az 9 esztendővel ezelőtt volt, valamivel több mint 9 esztendővel ezelőtt volt. A régi zene napok pedig 6. alkalommal kerül megrendezésre, és ezt a 2 időpontot azért tartottam szükségesnek elmondani, mert az egy szép ív, vagy amit mi gondolunk a város fejlesztésről, ez tulajdonképpen ebben a 2 dátumban tükröződik. Hiszen egy önkormányzat azban tudja segíteni a helyieket, hogy közterületeket újít meg, közterületeket hoz rendbe. És aztán a megújult közterületek, hogy milyen módon újulnak meg tartalommal, vagy milyen tartalom az, ami megjelenik bennük, abban pedig a városban működő, ugye jelen esetben művészeti csoportok, vagy a városban működő alkotók, a városban működő vállalkozások, akik képesek ezt hosszú távon fenntartani, illetve a tartalmat a megújult terekbe szállítani. És a régi zenenapoknak az elmúlt 6 éves története a számomra ezt erősíti, illetve ezt bizonyítja, hiszen itt a felújítás, a közterület megújítása után megjött az inspiráció, amikor megújult a tér, hogy ez önmagában egy gyönyörű, szép, misztikus, különleges millió, ami itt létrejött, és ez nyilván azokat az embereket, akik egyébként zenével vagy művészettel foglalkoznak, nyilván
bizonyos irányba elindítja őket, és hát tulajdonképpen ennek az eredménye az, hogy most már hatodik alkalommal ünnepelhetjük Veszprémben a régi zenét, és amit Péter is elmondott, amit minden ilyen sajtótájékoztatón el szoktam mondani, hogy olyan szép, hogy lemennek a nagy hangos, sztárokkal teletűzdelt, nagy tömegeket mozgató rendezvények, és utána pedig megjelenik egy finomság, megjelenik egy különlegesség, egy igazi unikum, amelyiknek ugyanúgy megvan egyébként a közönsége, mint a másik rendezvényeknek. És akkor ez pedig a másik gondolatra csap át, hogy amikor mi az Európa Kulturális Főváros pályázatot összeállítottuk, és hogyha valaki ma elolvassa ezt a pályázatot, vagy akár a zsűri értékelését, akkor ugyanez a gondolat vezetett bennünket egyébként a pályázatnál is, hogy egy önkormányzat az a infrastruktúrával tud segíteni, de a tartalmat, meg a fenntarthatóságot azt hosszú távon csak a vállalkozókkal, civil szervezetekkel, művészeti csoportokkal fogjuk tudni elérni. A másik üzenet pedig az, hogy nem a rendezvények számossága volt a városnak az erőssége, hanem annak a sokszínűsége. És hogyha csak a mögöttünk hagyott pár hétnek a zenei kínálatát megnézzük, akkor ez kézzelfoghatóvá válik, hogy és akkor még nincs vége a fesztivál szezonnak, hiszen rövidesen, ugye augusztus elején egy újabb jelentős fesztivál fog elkezdődni, illetve megindulni. Tehát a zene világának a sokszínűségét, azt itt Veszprémben egy viszonylag rövid időtávon, egy viszonylag térben is egy beszűkült helyen tudják élvezni egyrészt a veszprémiek, másrészt pedig azok a látogatók, akik ezekért a zenei programokért Veszprémbe látogatnak. Úgyhogy én szeretném megköszönni az Orlandó együttesnek, az ötletadóknak, hogy életben tartják ezt a programot, és természetesen az önkormányzatnak annyi a dolga, hogy még annyi dolga van az infrastruktúra mellett nyilván, hogy próbálja segíteni lehetőségeikhez mérten, hogy ez a 6 évvel ezelőtt elkezdődött sorozat vagy folyamat, ez ne szakadjon meg, hanem ez hosszú távon kiszámítható legyen, hiszen ennek megvan a közönsége, és hát azt látjuk, hogy évről évre nem csak, hogy megvan, hanem bővül is ez a közönség, úgyhogy ehhez is külön gratulálok nektek, önöknek. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az Orlandó vette kezébe a dolgokat, így aztán nem marad el, és lesz ebben az esztendőben is régi zene. Mi az, amit meglátod benne az Orlandó, hogy miért kéne ezt tovább csinálni? Hát ez egy évről évre fejlődő rendezvénysorozat volt, és miután Nagy Csaba lantművész barátommal már régóta gondolkodtunk ilyenen, aztán ő valósította meg, és rengeteget dolgozott ezen éveken keresztül, ami azt is jelentette, hogy kapcsolatokat szerzett, a közönség is szerveződött szépen lassan évről évre, de mögött nagyon komoly munka volt, és miután mind a ketten, sőt az Orlandó Énekegyüttes minden tagja is komolyan elkötelezett a régi zene kultúrájának a szélesebb körű megismertetésével. Rögtön azt gondolom, hogy nem sokat gondolkoztunk ezen, mikor kiderült, hogy a Csaba más feladatot talál magának, és ezt ebből kiszáll, akkor mi egyértelműen úgy döntöttünk, hogy ezt nem szabad veszni hagyni, és hát ki más, mint azok, akik egyetértenek ezzel a szándékkal, azok vehetik kézbe ennek a tovább vitelét, az irányítását. Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy Veszprémben igencsak sokrétű a zenei élet, ugye a nagy fesztiválok most már lemennek, illetve hát még azért van előttünk néhány, de arra lehet számítani, hogy ennek a zenének is van egy nagy közönsége. A templom befogadó képessége viszont tehát véges. Mire lehet számítani, hogy kimaradnak az emberek, vagy arra, hogyha nagy az érdeklődés, lesz plusz előadás? Volt már példa rá, hogy kívül is padokat kellett elhelyezni, de ugye valamelyest azt is el lehet mondani a régi zenéről, illetve ennek a műveléséről, hogy valamelyest missziónak is tekinthető. Tehát pláne ilyen korhű hangszereken, lehetőleg autentikus előadásban. Ugye ez már nyugaton azért jó pár évtizede folyik ez a gyakorlat, és nálunk is, de valamiért egy kicsit gyengébben állunk, azt gondolom, akár a környező országokhoz képest is etéren. Ezért is fontos, hogy ilyen vidéki fesztiválok is létrejöhessenek, amik aztán, hogyha igény lesz rá, és lehetőség, és pénz, és támogatás,
alkotás, akkor kinőhetik magukat egy még nagyobb tömeget, talán túlzás lenne mondani, de egy szélesebb közönség érdeklődésére is számot tartott. Nekünk ez a célunk, és nagyon fontos elmondani, amit a sajtótájékoztatón is elmondtunk, hogy megőrizve ezt a régi zenének, ezt a tényleg sajátos, egyedi intimitását, amihez ezek a kis terek passzolnak. Tehát nagyon sokszor rendeznek a Műpában is ilyen koncerteket, de mindig egyetértünk benne, akikkel ezeket hallgatjuk, hogy az túl nagy tér. Tehát ott nyilván az egy üzleti vállalkozás, nagyon sok bevételt hoz, ha tele van a Műpa egy ilyen régi zenei előadó koncertjén, de az a millió, az valahogy teljesen eltűnik, bármilyen szuper is az akusztika ott, itt pedig ez az, ami biztosan adott számunkra, és ez vonzza az előadókat, és vonzza a közönséget is, ha sikerül őket rendszeresen beültetni a padokba. Szerintem nagyjából mindenki sejti, hogy milyen zenére is gondoljunk, hogyha azt mondjuk, hogy régi zene, de lehet, hogy mai fiatal azt mondja, hogy Omega, Gyöngy, Hajulány, az már régi zene, tehát tegyük ezt már tisztába. Elég sokféle magyarázat létezik erre a régi zene kifejezésre, sőt, még az írásmódjában sincs megegyezés, ugye van, aki külön írja, van, aki egybe, mi az egybeírott mellett döntöttünk, mert ez már egy külön fogalom lett itt az évtizedek során. Azt tudom elmondani, hogy én hogy gondolom, és szerintem az nagyjából megfelel a mainstreamnek. A gótikus zenétől, tehát több szólamúság kialakulásától kezdődően, tulajdonképpen a kora romantikáig terjed ez az időszak, és itt leginkább arra gondolunk, hogy azok a zenék, azok a művek, azok a műfajok, amelyeket korhű hangszereken elő lehet adni. És valamikor a 19. század folyamán, inkább második felében ugye változtattak ezeken a hangszereken, a fúvós hangszerek már addig is sokat fejlődtek, és az egyre hangosabb hangszer ideája, az korszakról korszakra valahogy nem tűnt el, hanem egyre erősebben jelent meg. Én azt gondolom, és sokan gondolják hasonlóan, hogy a hang szépsége az áldozatul esett, mindig egy ilyen változás, egy kicsit mindig áldozatul esett, és gondoljunk arra, hogy fafúvós hangszer a fuvola, és Bach korában fa, ahogy itt is majd a koncerten Bach műveit fafúvolán fogják előadni, aminek sokkal puhább, finomabb, lágyabb hangja volt, de sokkal kisebb. Amikor fém hangszer lett belőle, jóval nagyobbat szólt, de kicsit élesebb lett az a puhasság, finomság, intimitás, az egy kicsit, hát ha nem is teljesen, de valamelyest eltűnt belőle. És mi ehhez szeretnénk visszatérni? Lant, hiszen a Nagy Csaba Lant művész, tehát nagyon sok Lant koncert volt itt, ez egy nagyon halk hangszer. De ha az ember megszokja, a zajos világból ide belép, és amúgy is itt egy nagyobb csönd van, mint a város más területein, belép ide, és egy halk lantzenét hall, valószínűleg az első 5 percben még nagyon kell koncentrálnia, hogy meghallja, hogy mi szól, de amikor átesik ezen az aklimatizálódáson, akkor csodálatos ebben az intim, halk, igazi emberi hangon szóló hangszerek világába betérni, és a zene stílusa is igazán emberi, talán sok más korszakkal egybevéve is ezt lehet mondani. Amikor valakit felkérnek arra, hogy szervezze meg, akkor tulajdonképpen van egy óriási lehetőség a kezében, hogy picit furcsa, talán így kimondani, de azt hív meg, akit akar. Nálunk könnyű a válogatás, van miből, vagy van kikből válogatni, és ha igen, akkor igazából mire számíthatnak, akik jönnek ide a jezsuita templomba? Igen, nem olyan nagyon nagy a választék, kis ország vagyunk, és hogy mondtam, talán egy picit még a régi zene terén van hova fejlődni, de vannak természetesen, ugye egyre többen, és szándékunk is az, és ez az idei programban is tükröződik, hogy fiatal művészeket, akik kimondottan ebbe az irányba gondolkodnak, ebbe az irányba haladnak a zenei pályájuk útján, hívjunk meg, és az ő mai gondolkodásukat erről ismerjük meg egy kicsit. Több olyan is van, és lesz reményeink szerint, aki külföldön tanul, hiszen Magyarországon most akarnak indítani ilyen zenei képzést, a legmagasabb szinten régi zenei képzést. Külföldön néhány országban már nagyon régóta folyik ilyen. Ugye Bázel volt az első, ahonnan a legnagyobb generációk ma már
idős emberek elindultak ezen a pályán, és hát tudjuk, hogy Belgium, Hollandia még nagyon az élvonalban van ezen a téren, tehát ott sok magyar is tanul, akik ebbe az irányba szeretnének tovább haladni a hangszeres vagy énekes fejlődésük kapcsán, és őket szeretnénk felkutatni és visszahívni ide. Őket is, meg hát az itt működőket is, azért van választék, és szeretnénk persze, ez sok mindenem múlik, vagy sok mindentől függ még, külföldi előadókat is időnként meghívni, ahogy ez idén is sikerült. Ugye elég furcsa, hogy tulajdonképpen ez most a 6. esztendő, nyugodtan mondhatjuk, hogy a 6. régi zenei napok, de mégis 7-szer játszott, hogyan van ez? Igen, ez úgy történt, hogy az 5. régi zenei napok után tartottunk egy szünetet, gondolkodván azon, hogy hogyan tovább, de nem szerettük volna teljesen elfelejteni ezt a rendezvényt, és az Orlandóval, illetve a Recserkári régi zenei műhelyel tartottunk egy-egy koncertet, így nosztalgiából, ha lehet mondani. Ugye akkor ebből kiderül, hogy ön az első perctől kezdve fellép a régi zenei napokon. Hogyan lehet megfogalmazni azt, hogy milyennek a savaborsa, miért jönnek az emberek? Ki vannak élezve, vagy éhezve erre a zenére? A savaborsa talán azért jönnek az emberek, amiért mi is itt vagyunk. Tehát egyszerűen kötődünk. Érzelmileg, szellemileg, lelkileg, testileg, magához az épülethez, hiszen 2011 óta áll gyönyörűen felújítva ez a templom, és mi akkor találtunk rá egy teljes véletlenség során. Felsősön szerettünk volna a katolikus műemléktemplomba felvételt készíteni, és ott nem, végül nem lett rá lehetőségünk. Akkor találta Nagy Csaba meg ezt az éppen felújított jezsuita templomot, és így kerültünk oda, akkor szerettünk bele, és akkor álmodtuk ide ezt a koncertsorozatot. Meg lehet azt fogalmazni, hogy mi ebben a vonzó, a szép és az igazán kellemes? Igen, az egyszerűsége. Azt szokták mondani, hogy a kevesebb több. Ez a templom a maga ürességével is annyira gyönyörűen tökéletes, és annyira teljes, hogy azt gondolom, hogy méltó, abszolút méltó helye a zenének és a régi zenének. Azt lehet mondani egyébként, hogy egy bizonyos korosztály az, amelyik úgymond oda van ezért a zenéért? Én nem korosztályhoz kötném. Nekem az a tapasztalatom, hogy inkább a lélekfejlődésnek egy stációja, amikor az ember eljut a régi zenéhez, hogy ez valakinek 20 éves korára, vagy valakinek 60 éves korára érkezik el, ez teljesen változó. Ezért látjuk mi is azt, hogy nagyon színes, nagyon sokrétű a közönségünk. Az egészen idősek kig, az egészen fiataloktól jelen vannak, hála Istennek, a koncerteken. Egyébként annak idején ön miért pont ebben a zenébe szeretett bele? Én magyar énekszakon tanultam Szegeden, és ott tulajdonképpen az első barokk opera, a Monteverdi Orfeo operája az, ahol én először találkoztam a régi zenével, és hát első halásra szerelem. És innen kalandoztunk egy kicsit visszafele, a baroktól korábbi zenékig, és tulajdonképpen amikor Nagy Csabával kezdtünk együtt játszani, én akkor kezdtem, hát ilyen nagyon fellengzős szóval ezt az én régi zenei szóló karrieremet, ami inkább ilyen régi zenei szóló szerelemnek lehet nevezni, akkor Csaba a spanyol régi zenét tett elém, amit soha azelőtt nem énekeltem. És tulajdonképpen én akkor találtam meg magamnak igazán a régi zenét, hogy én ezt szeretném. Vannak országok, ahol ebből fesztivált is szerveznek. Ma már így pedzegették a sajtótájékoztatót, hogy lehet, hogy itt is meg lehet ezt valósítani. Meg lehet? Abban az értelemben nem, amilyen értelemben fesztivál egy fesztivál, tehát hogy nagy tömegeket vonz, abban az értelemben reméljük, de nem egy ilyen helyszínre szeretnénk ezt a nagy tömeget vonzani, hanem inkább több kis helyszínre, elszórtan mindenütt jelenlévő lángocskák, gyertyalángok, gyertyalángszerűen, hogyha lehet ilyen képet használni. Meddig kell erre várni? Melyik évvel jöhet ez el? 2017-ben már eljött, tehát akkor már, sőt, már korábban is voltak úgynevezett kihelyezett koncertek, matiné koncertek,
Pontosan azért, mert kurzusok is kapcsolódtak a fesztiválhoz, amit szeretnénk szintén majd újraéleszteni, újrakezdeni. És a kurzuskoncertek, illetve a matiné koncertek mindig kihelyezett koncertek voltak Felsőrsön, a katolikus műemléktemplomban, illetve itt Veszprémben, a Dubnicai palotában, vagy a Piarista templomban is voltak koncertek. Magazin műsorunk befejező részében a Szentgáli Művelődési Házba hívő kedves nézőinket. Nagy volt az érdeklődés, főleg a gyermekek részéről, hiszen több mint 800 mackót vehettek kézbe az érdeklődők. Láthatták a legkisebbet, a legrégebbit, sőt, a legnagyobbat is. Tudom, akkor ez volt az a mackó, amelyik annak idején valamikor ugye az egész gyűjtést elindította? Igen, körülbelül 10 éve. Őt találtam a lengyel piacon, és nagyon szerettem volna megszerezni, mert olyan kis bájosnak tartottam. Aztán utána következett az összes többi, hogy akkor láttunk koalamacit, láttunk pandamacit, láttunk másféle macikat, és én nagyon szerettem volna összegyűjteni azokat is, és ez indította el tulajdonképpen 10 évvel ezelőtt ezt a gyűjtő szenvedélyt. A jelenlegi maci létszám az 872 darabból áll, és nincs közötte egyetlen darab egyforma sem. De amikor ön 10 évvel ezelőtt kiment a lengyel piacra, és ezt megvette, akkor már azzal a szándéka ment, nem ugye? Nem, ez teljesen véletlenül jött. De egyébként, ha jól sejtem, volt már otthon mackó, mert azt például konkrétan tudom, hogy az egyik sárga mackó az már 5 éves korában is megvolt. Konkrétan 2 darab macim volt, egészen 43 éves koromig. Uh-huh. Az egyik az 5 éves születésnapi mackóm, az a sárga zöld nyakkendővel, illetve az édesanyámnak a macia, ami 72 éve ott van nálam tulajdonképpen, pontosabban, amikor megszülettem. Azóta az én tulajdonom, és ő is még él egyelőre, jól érzi magát. Azért menjünk vissza időben, amikor megvette az első mackót, akkor ugye még azt szerintem, hogy nem gondolta, hogy ebből valamikor lesz egy ilyen közel 1000-es gyűjtemény. Ehhez kellett még egy. Szóval hogyan volt a folytatás? Úgy, hogyha megláttam bárhol, akár lengyel piacon, akár a Lomisoknál, akár egy turkálóban, és megtetszett, és valamiért megfogott, akkor mindegy, hogy régi vagy új, mindegy, hogy kicsi vagy nagy, vagy kopott, vagy vadonatúj tényleg, az nekem kellett. Uh-huh. Megvásárolta, gondolom, de olyan is lehetett, hogy azt mondta, hogy ne tessék, kidobni kell, az nekem? Én konkrétan így nem jártam. Azt mondom, a kollégáim nagyon sokan tudják, hogy gyűjtöm, sőt, itt most már Szentgálon is sokan. És ahelyett, hogy kidobnák, vagy elajándékoznak másoknak, ezért felajánlják legtöbben, hogy, uh-huh. hogy ha gondolom és elfogadom, akármilyen hibás is, akkor nekem adják ajándékba. Azért, hát több mint 800 mackót úgy elképzelni otthon, hogy hova tetszik tenni, az nem egy egyszerű dolog. Hogyan lehet ezt tárolni, vagy egyáltalán kell ezzel naponta foglalkozni? Napi szinten nem, a tisztántartásokkal természetesen kell. Van egy másik házunk is, ami a férjemnek a nagyszülői háza, és ott hoztunk rendbe egy nagyobb szobát, és ott vannak elhelyezve ezek a kis jószágok. Van ebben kuriózum is, ha jól tudom, amelyik a legrégebbi talán? Több is van olyan, amihez sok emlék köt, és jó emlékek kötnek. Persze gondolom, hogy ha most valaki betoppanna, és azt mondaná, hogy ezért jó pénzt adok, ha nekem adja, én úgy sejtem, nem adnál őket. Biztos, hogy nem. Aha. Mi ebben a jó? Tessék mondani, hogy ennyi mackója van. Jó érzés. Nagyon jó érzés. Megnyugtató, nyugalmat árasztó, tündériek. Olyan is van egyébként, amiknek van hangja? Igen, van. Sőt, van egy gördeszkás is, ami nagy sláger. Az mit tud? Benyomok egy gombot, és akkor ő neki áll gördeszkázni, és zenél közben.
Aha. Van, amelyik énekel, van olyan, amelyik robotmaci. Nem tetszik attól félni, hogy a sok gyerek, ha bejön, akkor neki estek, aztán esetleg valami bajuk lesz? Nem, ugyanis én azt szeretném elérni, hogy ugyanolyan örömet okozzon az embereknek, akik ide jönnek és meglátogatják ezeket a mackókat, mint amilyennyire én örülök nekik. Uh-huh. Akkor ez nem az a kiállítás, ahol azt kéne kijönni, hogy ne nyújj hozzá, ez az a kiállítás, ahol az van, hogy nyugodtan vedd kézbe. Persze, nyugodtan vegye kézbe, amelyiket szeretné, nyugodtan fotózkodjon vele. Uh-huh. Szabad a vásár gyakorlatilag. Jól sejtem én, hogy az óriási nagy mackó az egyik kedvenc? Nem igazán. Nem? Nem. Ugyanis ő elég nehéz és nagyon merev. Ezt a 38. születésnapomra kaptam egyébként a kisebbik fiamtól ajándékba. Nagyon nehéz a tisztítása. De én arra gondolok, hogy ha valaki bejön, ők azért gondolom szívesen megcincálják. Hogyne. A tavaly előtti herendi kiállítás során egy nagybányai nyugdíjas csoport látogatta meg a maci kiállításomat. Ők nagyon élvezték, nagyon sok szelfi készül. Nagyon nyugdíjasok? Sok, nyugdíjas, igen, nyugdíjas klub volt kirándulni a herendi porcelán manufaktúrában, és amikor megtudták, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a kultúrházban megtekinthetik a maci kiállítást is, akkor oda is ellátogattak. Azért az jó dolog, hogy az ön születésnapján a család mindig tudja, hogy mit kell venni. Igen. Névnapra, születésnapra, bármilyen alkalomra mindig macit kapok. Ha most azt kérdezném, van-e valami vágy, ami még nincs meg, vagy meg lehet szerezni, van ilyen? Van. Én sose fogom abba hagyni a maci gyűjtést egészen addig, amíg még találok újdonságot. Nincs konkrét célom, hogy mennyit szeretnék elérni. Ami adódik, azokat szeretném a magaménak tudni. Egyébként láttam már, maci kiállítás volt olyan, hogy egy gyermek oda ment a macihoz, és nem akarta ott hagyni, mert hát azért ez tényleg olyan. Igen, itt is előfordul, némi kis vita árán azért sikerül meggyőzni általában őket, hogy ez az én macim, és gyere akkor még egyszer el, megnézheted, megfoghatod, játszhatsz vele itt is. Hála Istennek még komoly a fennforgás nem adódott. Fontos az, hogy ezek a macik milyen értéket képviselnek? Nekem nem. Én nem az értéküket nézem, hanem azt, hogy mik. Milyenek? És számomra mit jelentenek? Ugye a kártyáknál sokszor cserélgetnek. Önöknél is van ilyen, hogyha van esetleg másik gyűjtő, hogy nekem van abból a barna mackóból kettő, neked meg két fehér, cseréljünk már? Nem, ugyanis itt megyén belül nem tudok senkit, aki gyűjtene, illetve azt hiszem egy keszthelyi hölgy van még rajtam kívül itt a megyén belül. Őnek így több van, több mint 1000 darabja volt, de nem léptünk kapcsolatba még eddig senkivel. Hogyha valaki jön önhöz, hogy szeretnék egy kiállítást, akkor első szóra tetszik menni? Általában igen, csak azt kérem, hogy megfelelő helyet biztosítsanak, illetve az oda-vissza szállítást oldják meg. Egyébként teljesen ingyen bérmentve megcsinálom a kiállítást. Hát lassan meg lesz az 1000. Kell egy jubileumot csinálni. Jó lenne, Bándra hívtak. Ők decemberben szeretnék kiállítani a maciaimat. Hát ez az időpontot majd még egyeztetni fogjuk. Ugye itt olyan maci is van, ami régebbi korból való, és abban fűrészpor van talán. A maiakat mivel tömik? Vattával, vagy ilyesmi? Vatelin, igen. Uh-huh. Vagy nikecelgolyó. Uh-huh. Egyébként könnyen sérülnek? Mert azért ugye ezeken varrások vannak. Hát annyira, hála Istennek, nem. Mosásnál előfordul, főleg a régebbieknél, amikor elszakad a varrás vagy az anyag, de ezt megpróbáljuk orvosolni. Mikor tetszik legközelebb menni a lengyel piacra bányászni? Ezt nem tudom megmondani. Veszprémben van egy turkáló, ahol már nagyon jól ismer a tulajdonos, és akkor mindig szólnak, hogy na most akkor érkezett új szállítmány, oda mindig elmegyek. És akkor ilyen 30-40, 21 pár maci, akkor újra a tulajdonomba fog kerülni. Hogyha valaki látta a beszélgetést, és van mackója, és hozni akarja, akkor hova hozza? Szentgályi lakos vagyok. De egyébként, hogyha telefonon felhívnak, a vezetékes telefon bent van a telefonkönyve, tehát nyilvános, ha felhívnak, akkor megyek. Kulturális magazinunk végén köszönöm szépen nézőink figyelmét, töltsék velünk továbbra is az estét. Munkatársaim nevében is elköszönök, további szép estét, viszontlátásra!